Köszöntöm Önöket! Mai vendégem egy fiatal énekesnő és dalíró, Nagy Edit, akit legtöbben csak Editkának ismerünk. Mesél majd a zenei pályájáról, de beszélgettünk az elmúlt egy évről is, amikor Editka egy súlyos betegségen ment keresztül, és Isten győztesen hozta ki belőle. Köszöntelek, Editka, nagyon örülök, hogy itt vagy. Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat is, és nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek most. Na hát beszéljünk akkor erről az elmúlt egy évről. Hogy kezdődött? Mikor fedezted fel először a tüneteket? Hát igazából, amikor erőteljesebb tünetek lettek, amikor már én magam sem tudtam megmagyarázni, hogy ez egy természetes dolog, az ilyen november környékén volt, és akkor mentem el az orvoshoz. Várja, melyik évben vagyunk? 2019-ben, 19, aha. Így van. 2019 novemberében okay. mentem el először, és akkor ott csináltak egy vizsgálatot, amiben megállapították, hogy egy viszonylag nagyon méretű daganatot találtak nálam, de nem kell aggódnom, mert ez egy jó indulatú daganat, és megműtik ugyan, de hála Istennek, mivel nem rossz indulatú dolog, így nem kell aggódnom miatta, és ezért, mivel pont karácsonyba csúsztunk volna bele, így azt mondta a doktor úr, hogy szerinte ne kapkodjuk most már ezt el, majd januárba megcsinálják a műtétet, és akkor ilyenkor van egy olyan protokoll, hogy elküldenek a megyei kórházba, hogy csináljanak egy olyan diagnózist, ugye, ami megerősíti ezt az egész dolgot. És ugye én is elmentem erre a vizsgálatra, és ott viszont, amikor az orvosok elkezdtek vizsgálni, egyszerűen nem tudták egyértelműen megállapítani, mert nem azt látták, amit az első orvos látott, és így eléggé tanácstalanok voltak, és ezért elküldtek egy MRI vizsgálatra. Hát eléggé tolódtak itt a dolgok, tehát nagyon lassan adtak mindenre időpontot, nehézkesen ment ez az egész, és gyakorlatilag március elejére lett meg konkrétan az, hogy mi is itt a probléma, és akkor közölték velem, hogy ez gyakorlatilag nem egy, hanem két nagyon méretű daganat, ami egyik sem jó indulatú. És akkor ugye ott álltam, a doktor úr közölte velem, hogy hát önt már csak majd az István kórházba fogják megműteni, mert ez egy olyan nagy méretű műtét lesz, amit ugye csak ott tudnak megcsinálni, és hogy gyakorlatilag nekem már ide a bajcsi kórházba nem kell visszamennem, hanem majd ott már felveszik velem a kapcsolatot, csinálnak egy ilyen onkotímet, ugye, amit ilyenkor szoktak csinálni, ahol eldöntik gyakorlatilag, hogy mi lesz a sorsa az embernek. És akkor én ugye vártam, hogy hívjanak, és hát nem jött egyszerűen telefonhívás, amikor is egyszer csak csörgött a telefonom, és a bajcsi kórházból hívott egy nővér, hogy menjek már be a kórházba, mert az ottani onkológus főorvos asszony szeretne velem beszélni. És hát bevallom az őszintét, hogy meg is ijedtem rendesen, mert nem tudtam, hogy most mi van. Abban reménykedtem, hogy igen, meg fognak műteni, és akkor valami megoldás csak lesz erre. De mikor ez a hölgy felhívott, akkor megmondom az őszintét, hogy az futott végig bennem, hogy lehet, hogy már csak közlik velem, hogy nem lehet megműteni ezt az egész dolgot, mert csak egy doktornő akart velem beszélni. És ez a tudat volt bennem, igazából talán akkor éreztem a leginkább azt, hogy a félelem így megkörnyékez rendesen, és így nagyon sok minden lezajlott bennem. Tehát nyilván keresztényként azért az üdvösség dolga az ott van bennem, hogy hittem, hogy én jó helyre megyek, ha esetleg úgy alakul, de az nagyon erősen ott volt bennem, hogy jött egy ilyen önvádlás, hogy nem vigyáztál magadra, és hogyha nem tudsz ebből kijönni, és az lesz Istennek a döntése, hogy itt vége, akkor milyen fájdalmat fogsz okozni a családodnak, a barátoknak, és nyilván ez így jött, keveredett félelemmel, egy csomó ilyen vegyes érzés volt bennem, amikor elmentem erre a helyre, és már így félig meddig elkezdtem gyászolni magam, hogy hát akkor ennyi volt. És képzeld el, hogy ahogy vártam, elképzeltem mindent, mert ezt nagyon megtanultam, hogy nem szabad elképzelni ezeket a dolgokat, mert általában az ember mindig sokkal rosszabbnak képzeli el, mint ami a valóság. Elképzeltem, hogy ugye csupa kopasz ember fog ott mászkálni, aki küzd az életéért, és hogy a halálnak a szelleme ott lesz, és mindent ilyen ridegnek képzeltem el, és reménytelennek. Ehhez képest kijött a főorvosasszony, civil öltözetben, egy elképesztően kedves nő,
és behívott, és mondta, hogy hát Edit, nézem én itt a lapját, és hogy látom, hogy nem halad az ügye, és azért hívtuk fel önt telefonon, mert láttuk, hogy itt semmi nem halad, és akkor megkérdezte gyakorlatilag a paramétereket, hogy mi a helyzet, és ő mondta ki legelőször, hogy igen, itt rákról van szó. És onnantól kezdve mindent megkérdezett, elmondtam, hogy egy csomó vizsgálatom hiányzik, amin teljesen le volt döbbenve, és abban a pillanatban közölte velem, hogy ne izguljon, innentől kezdve kézbe vesszük az ügyét, és felpörgettünk mindent, és hihetetlen volt, mert olyan vizsgálatokra kaptam rajtuk keresztül pikpak időpontot, amire mások van, hogy hónapokat várnak. És én rákövetkező héten már az István kórházba az ország egyik legjobb daganat specialistájával beszélgettem a műtétemről, aki azt mondta, hogy Edit, én úgy fogom magát megműteni, hogy meggyógyuljon, és ilyenkor ugye az ember nem akar semmi másra hallani, csak ezt, és ebbe kapaszkodik bele. Viszont amikor én megismertem ezt a doktornőt, ugye, aki oda irányított, akkor egyértelműen tudtam, hogy ez Istennek a keze, és ő nyúlt ebbe az egészbe bele, és így elvette ezt a félelmet itt tőlem. Aha. Persze ennek volt egy háttere is, szellemileg, amikor ugye kiderült ez az egész dolog, de még nem talált meg ez a doktornő, akkor így leültem otthon, és tisztán emlékszem, így ültem a kanapémon, hallgattam a dicsőítést, ugye imádkoztam, és ott voltam így Isten előtt, hogy Uram, tehát, hogy bennem nincsen harag, meg semmi, meg nem vádollak, hogy miért engedted ezt meg, vagy ilyesmi, csak egyszerűen nem értem. Tehát, hogy nem értem ezt az egész dolgot, hogy most, ha egyszerűen egyértelműen tudom, hogy milyen elhívást adtál nekem a jövőre nézve, hogy mennyi feladatom van még a zenémen keresztül is például, akkor most mi történt? Tehát, hogy nem értem, mondjál valamit, mert nem értem, hogy mi van. És így néztem a dicsőítést, és egyértelműen az tisztult le bennem, amikor az ember belekerül egy ilyen helyzetbe, akkor nagyon szépen lepucolódnak az ilyen sallangok, és hirtelen megerősödik az emberbe, hogy mi az, ami igazán fontos. Uh-huh. És ott abban a pillanatban az jött fel bennem, hogy Istenem, te megnyitottál nekem kapukat. Megadtad azt, hogy elég nagy színpadokra el tudtam jutni, és megismertek az emberek a dalaimon keresztül is, és semmi mást nem akarok csinálni már az életben, mert semmi nem érdekelt, még az sem, hogy most mi lesz a családi életemmel, vagy ezekkel, hanem csak az volt meg fókuszban, hogy én Istent akarom képviselni a megfáradt keresztények és a világi emberek előtt, és ott a színpadon, ha ő átvisz ezen a betegségen, akkor nem fogok többet hallgatni. Mert amikor sok ember előtt kell beszélni, ez nekem mindig egy ilyen fóbia volt. És ezt ott megígértem Istennek, és kértem, hogy adjon valami útmutatást, mert nem értem ezt a helyzetet. És tisztán emlékszem, átültem a kanapémról a fotelomba, és így elkezdtem imádkozni, megfogtam a Bibliám, és annyit kértem Istentől, hogy Istenem, ha te most akarsz nekem valamit üzenni, akkor valami olyan igerészt adjál, ami nincs kijelölve a Bibliámba, hogy semmilyen szinten ne én manipuláljam ezt az egész dolgot, hogy én ezt akarom olvasni, mert bátorít, hanem egyszerűen csak tudjam egyértelműen, hogy ez tőled jön. És akkor kinyitottam a Bibliámat, és akkor kaptam Istentől a 30. Zsoltárt, ami annyira elképesztően földhöz vágott, mert máskor is kaptam Istentől igéket, de ami ennyire egyértelmű és megmagyarázhatatlan volt, tehát ilyet még szerintem soha az életben. Konkrétan az igében benne volt az, hogy ugyan belekerültem ebbe a betegségbe, de hogy Isten ki fog ebből emelni, és hogy ő nem gyönyörködik abba, ha én meghalok, mert az nem hirdeti az ő dicsőségét, és bele volt írva az igébe, hogy nem fogok meghalni, hanem élni fogok. Tehát, hogy konkrétan minden kérdésemre egy igerészen belül megkaptam a választ, és így ott ültem, hogy hú, mondom, jó Istenem, nekem semmi több kérdésem nincsen, egyszerűen ennél egyértelműbben semmit nem lehet megkapni. És még az... a dicsőítésről is van szó abban a Zsoltárban. Így van, pontosan a dicsőítés is benne van. Tehát a zenét is belefoglalta Isten, tehát semmi olyan nem volt benne, ami ne lett volna egyértelmű. Aha. És
így egyszerűen ott álltam, és azt mondtam, hogy jó, bármit mondanak az orvosok, én erre fogok ráállni, és megtanulok minél jobban és erősebben hinni Istenbe, mert ugye ilyenkor az ember rádöbben arra, hogy nagyon könnyen beszélünk a hitről, mondjuk magunkról, hogy mi hívők vagyunk, de amint szembe találja az ember magát egy ilyen próbával, akkor döbben rá, hogy igazából hol van a hite. És én akkor rájöttem arra, hogy hú, Editka, a te hited az, az azért még nagyon, nagyon van rajta mit formálni és erősödni, és onnantól kezdve nagyon sokat imádkoztam, tanításokat néztem, rengeteg Joyce Meyer, nagyon-nagyon erősítettek, és éreztem, hogy napról napra növekszik a hitem, és mindezt Isten tudta, hogy hogy kell hozzám viszonyulnia, és rengeteg bizonyságot adott, ami mindig bebizonyította azt, hogy igen, az én kezemben vagy, odafigyelek mindenedre, a kezembe tartom. Ez volt az onkológiai főorvosasszony is egy ilyen bizonyíték, az ország legjobb daganat specialistája is egy ilyen bizonyíték volt. Minden gyakorlatilag az egész műtétemnek a menete is egy... Hogy zajlott a műtét egyébként? Gyakorlatilag, ahogy elmentem ehhez a doktor úrhoz, ő egy hónapra tudott időpontot adni, mert eléggé felkapott orvos, és sok műtét volt, bár karantén időszak van, és tényleg csak ilyen műtéteket csináltak, amilyen SOS. Hát egy hónapot még kellett várnom. Ami ebben nagyon durva volt, az az, hogy ez egy ilyen eléggé agresszíven, gyorsan növekedő daganat volt, és az is bizonyságban, hogy Isten nem engedte, hogy felfogjam az agyammal, hogy mekkora bajban vagyok, úgymond, ha emberileg nézem, hanem így kézben tartotta pont ezáltal a hitáltal, amit közbe adott nekem a lelkemet, és nem engedte, hogy egy ilyen félelem uralkodjon el rajtam, és nem hiszed el, bekerültem a kórházba, és egyszerűen megmagyarázhatatlan, de nem volt bennem semmi félelem. Egyszerűen az volt bennem, hogy jó, ezt végig kell játszani, ez a része annak, hogy meggyógyuljak, túl leszek rajta, sok mindent kivírtam már az életbe, ezt is kifogom, és emlékszem, hogy egészen addig a percig, ugye előtte levő nap kellett bemenni, felfeküdtem a hordágyra, és abban a pillanatban éreztem csak, hogy egy kicsit jobban dobog a szívem, de ott is a beteghordozó srác annyira jó fej volt, hogy így rögtön ütötte bennem ezt a feszültséget, és emlékszem, hogy úgy altattak el, hogy még poénkodtam közben ezzel a beteg hurcoló sráccal, és gyakorlatilag vigyorogva aludtam bele ebbe az egészbe, és hál' Istennek semmit nem éreztem. Azt kell mondanom, hogy a felépülésem is olyan, hogy bár ez egy hasi műtét volt, ami nagy vágással jár, és sokan mondják, hogy ez egyik legrosszabb műtétfajta. Pont előtte olvastam erről, amit nem kellett volna. Na mindegy, de ahhoz képest 4 napig volt olyan, hogy így éreztem fájdalmat valamennyire. Onnantól kezdve már csak ilyen alapszinten, és tényleg tele voltam bizonyságokkal, tehát ott is, ahogy ott voltam, abszolút azt tapasztaltam, hogy nem volt bennem ez a gyász, ez a negativitás, hanem egymást bátorítottuk az ottani emberekkel, és ami még megint csak brutális, hogy úgy jött ki, hogy egy golgotás nővel voltam egy kórterembe, és ott bátorítottuk egymást, mert meglátta, hogy éppen Nyongi Csónak a Hit című könyvét olvasom, és ő is olvasta. Aztán így másokat is bátorítottunk így együtt, úgyhogy Isten oda is belenyúlt. Szóval nagyon sok csoda. Na hát ugye a műtét az csak egy első lépés volt. Hogy zajlott az utána következő időszak? Milyen kezeléseket kaptál még? Igen, hát ugye ezt elmondta a doktor úr, amikor elengedett úgymond a kórházból, hogy gyakorlatilag daganatmentes vagyok, tehát hogy kiszedtek minden olyat, ami rossz lehet. Akkor nem volt áttét ezek szerint? Hát gyakorlatilag mivel a két daganat volt, valamelyiknek az áttéte lehetett, de azon kívül semmi, nem volt más. Hála Istennek. De mivel nem volt jó a szövettanja, ezért mondta, hogy ennek az a menete, hogy egy kemoterápiás kezelés biztos, hogy fog kelleni. Aztán miután megjött a szövettani eredmény, mondta a doktor úr, hogy a biztonság kedvéért még egy sugárkezelést is javasol. És akkor így volt egy időszak, ugye, amíg otthon voltam, amíg még nem lehetett ugye a műtét után, és utána elkezdték először a kemoterápiát, abból kaptam 3 darabot, a 6 alkalomból, utána sugárkezelés, és utána megint kemoterápia. Úgyhogy
de ebben is egy csomó győzelmem volt. Na, mesélj, hogy viselted ezeket a kezeket? Nagyon érdekes, mert ilyenkor, tehát az ördög az nem alszik, tehát, hogy én is beszélgettem emberekkel, és olyan történeteket hallottam, hogy így már ilyenkor az ember elkezdi magát gyászolni, és bevallom, hogy ott azért megint elkezdett előjönni egy kicsit a ismeretlentől való félelem, hogy na most én erre hogy fogok reagálni, és ebben megint egy csodát éltem meg, mert mielőtt mentem volna a kórházba, előtte levő nap, ugye nagyon feszült voltam emiatt, és Isten oda küldte az egyik barátnőmet, akivel beszélgettem neki, akkor mondtam el az addigi bizonyságomat, meg mindent, ami történt velem, és akkor mielőtt elment, így megkérdezte tőlem, hogy Editka, miért imádkozzunk, tehát, hogy mi ez a konkrétum, ami így benned van, és ugye én mind a mellett, hogy ezeket így átéltem, csurik voltam bizonysággal, nem volt úgy bennem kifejezetten félelem úgymond a ráktól, vagy ilyesmi, de azért ott volt az a bizonytalanság, mivel nem tudtam ugye ez alatt az időszak alatt dolgozni, így anyagi téren is volt bennem egy ilyen kis kérdőjel, hogy jó, hát hogy tovább, és a többiet. Kértem, hogy jó, akkor imádkozzunk ezekért az anyagi dolgokért, meg még mellette mondtam, hogy mindenképpen a kemoterápiáért, mert nem tudom, hogy fog ez az egész hatni rám. És emlékszem, hogy elkezdtünk imádkozni, így éreztem, hogy megy ki belőlem minden ilyen frusztráltság, és így letettem Istennek a kezébe. És emlékszem, hogy hazaindult a barátnőm, és ez amúgy nagyon, nagyon kemény volt, így ahogy ő ment haza, egyszer csak így elkezdtek utalások érkezni a számlámra. Olyan emberektől, akiket ő nem is ismert, nagyon, tehát hogy így gyakorlatilag, és így csak néztem, hogy mondom, ezt nem hiszem el, és felhívtam telefonon, hogy mondom, vagyis azt hiszem, üzenetet írtam neki, hogy mondom, nem hiszed el, de Isten azonnal meghallgatta az imánkat, és abban a pillanatban megerősödött bennem, hogy látod, ugyanúgy, ahogy erre a dolgodra figyelek és gondot viselek rád, pont ugyanúgy a kezemben fogom tartani a kemoterápiádat is. És úgy mentem be a kemoterápiára, hogy gyakorlatilag csak egy ilyen kis egészséges izgalom volt bennem, hogy hát majd meglátjuk, hogy lesz. És behívott a pszichológus egy beszélgetésre, ez egy ilyen protokollot a kemoterápia előtt, hogy felmérjék, hogy az embernek hogy van a lelkivilága, hogy kell-e folyamatosan majd beszélgetni vele a terápia alatt. És bementem a pszichológushoz, és így feltett kb. 2-3 kérdést, aztán én így elkezdtem mondani neki a hitemet, hogy én Istenben kapaszkodok, én hiszek abban, hogy meg fogok gyógyulni, nekem ezt Isten megígérte, és hogy ez bennem így van. Szóval én teljesen úgy vagyok ezzel, hogy ez egy állapot, amint tudom, hogy Isten át fog vinni. És hallgatott, és így bólogatott, hogy igen, igen, így kell ezt hozzáállni, igen, nagyon jó, nagyon jó. És akkor így mondta, hogy jó, köszöni, hogy így beszélgettünk, megkérdezte azt is tőlem, hogy eszembe jutott esetleg, hogy megölöm magamat. És én így ezt ilyen köntörfalazva mondta, aztán így mondtam, hogy mondom, egy percig sem jutott eszembe, mondom, én ilyenekre nem érek rá, mert nagyon sok dolgom van még itt a földön, aztán ő is elkezdett így vigyorogni. Mondtam, hogy nem, eszemben sincsen, soha nem is volt. Mondom, tudom, hogy feladatom van még itt az életben. És akkor mondta, hogy ez nagyon jó, és ugye mondta, hogy most kimehetek, majd visszahív, és akkor elmondja, hogy kielemzés, elmondja, hogy mi az eredmény. Tehát visszahívott, és közölte velem, hogy hát Edith magának semmilyen szüksége nincsen pszichológusra, mert olyan szinten látom, hogy bele van kapaszkodva a hitébe, hogy gyakorlatilag jobb egészségi állapotban van, mint egy egészséges ember lelkileg. Aha. És akkor én így néztem, hát mondom, köszönöm, ez a jó Isten, tehát hogy én ez nem az én érdemem. És az első kemó után semmit nem éreztem, a második után csak egy picikét émelyektem, onnantól már egy picit nehezebbek voltak, de egyszer sem hánytam. Tehát itt semmi ilyen olyan, amit mindenki más mondott, hogy van, akinek az ízlését elvitte, volt olyan, akinek kúszott, mászott, meg ilyen, tehát hogy olyanokat hallottam, hogy én így már ugye az emberben ez így generálja a félelmet, hogy így úgy volt, mondom, hát ez nagyon kemény. És akkor emlékszem, hogy beszélgettem másokkal is, akik ebbe benne voltak, és nem akarták elhinni, hogy így reagálok erre az egészre, és így mindig mondtam, hogy ez Isten. Úgyhogy így nagyon tényleg győzelmeket éltem meg benne, ami meg még nagyon zseniális volt nekem mindeközben, hogy ott ültem és ment a kemó, hogy rengeteg embert ismertem meg, akik hasonló
dolgokkal küzdenek, és mindig volt legalább egy vagy két olyan ember minden kezelésnél, akivel tudtam így Istenről beszélgetni, és maximális nyitottság volt bennük, és azt éreztem, hogy igen, na most nem én beszélek, hanem a Szent Szellem generálja ezeket a dolgokat, és így mondtam, és éreztem, hogy így szívják magukba, és minden ilyen zenei munkásságot elkezdtek bekövetni, ők is figyelni, mai napig némelyikkel kapcsolatban vagyok, és nagyon szerettek úgymond az én kortermemben lenni ők is, mert mindig érezték, hogy az életet próbálom képviselni. Aha. Tehát én nekik is elmondtam azt ott, hogy én ide meggyógyulni jöttem, tehát, hogy eszembe sincsen meghalni, úgyhogy mondom, ez most egy állapot, én ezt így fogom fel, amit végig kell vinni, de hiszem, hogy győzni fogok. És így mondta nekik, hogy nektek is így kell hozzáállni, tehát itt küzdeni kell, és mindig éreztem, hogy hat rájuk, és nagyon jó bizonyságok lettek ebből. Fantasztikus. Akkor fény voltál ott a Istennek kórházban, és tudtad vinni az örömhírt, meg a reménységet ezeknek az embereknek. Tudom, hogy dalok is születtek ebben az időszakban, és szeretnék majd erről beszélni, de mielőtt erre rátérünk, arra kérek, egy picit menjünk most vissza az időbe, meg mondtad, hogy ők is bekövették a különböző zenei munkásságaidat, meg formációkat, hogy egy picit meséld el, hogy mikkel foglalkoztál eddig zenei téren. Régen nekem a zene gyakorlatilag így az egész családomban jelen volt már nagyon-nagyon régtől, és hát nyilván ezt mi is leörököltük, ezeket a tehetségeket, a tesóm is, én is, és eleve zenetagozatos iskolába irattak, tehát hogy ott már a zene szeretete az így növekedett bennünk, kórus, mindenféle népdal, versenyek és a többi. Aztán nyilván keresztény ózdi gyülekezetben nőttem fel, és ott 98-ban megtértem, és rá egy fél évre bekerültem az ottani dicsőítő csoportba. Hát ott kezdtem úgymond a dicsőítéssel, mint olyannal ismerkedni. Ezt azért mondom így, mert amikor az ember bekerül, azt hiszi, hogy ő már ezzel képben van, és mindent tud. Hát nem, tehát hogy nekem jó sok év eltelt addig, amíg megtapasztaltam azt, hogy Isten ő valójában milyen, míg lett egy saját igazi Isten képem, és azt már másabb volt dicsőíteni, mint egy olyat, akit addig egy ilyen tudtam, hogy van, de még annyira nem volt közeli és valóságos. És nyilván, ahogy teltek az évek, úgy növekedtem ebbe a dologba, és ismertem meg jobban Istent, mélyültem el a dicsőítésben, mint olyanban. Éreztem, hogy szinteket tudok lépni, hogy a Szent Szellem is belépett, úgymond, az életembe. És ugye megismertem egyre jobban ezt, utána felköltöztem Budapestre, elkezdtem a Péceli gyülekezetbe járni, ott kezdődött igazán növekedni az egész szolgálatom, tehát hogy ezzel párhuzamosan az országos dicsőítő csoportban, ami a Pünkösdi Egyháznak volt az akkor ilyen összevont dicsőítő csapata, abba is szolgáltam, az később Szeráf néven volt ismerhető, és ezzel párhuzamosan az első evangelizációs zenekarom, amit nagyon-nagyon szerettem, mai napig mindig örömmel tudok rá visszagondolni, Chicken Fly névre hallgatott. Igen, igen. Nagyon jó voltam én. Igen, mindig azt szoktam mondani, hogy belőle nőttem én, mint fatörzsbe gyönge át. Tehát, hogy igazából ott ismertem meg azt, hogy milyen az, amikor embereknek énekelsz. Igen. És ugye, amíg el lehetett mondjuk az olyan képektől menekülni, amit mondjuk a gyülekezetbe lelomboz, mert sajnos voltak olyan időszakok, amikor nem volt annyira aktív a gyülekezet, és nagyon nehéz volt mindig boldognak, optimistának és Istenre koncentrálni közben. Na mindegy, szóval ez egy nehéz dolog volt. Na ott viszont nem menekülhettem el azzal, hogy becsukom a szemem és felemelem a kezem, hanem face to face, oda kellett az embereknek mondani az üzenetet. Tehát, hogy ott kezdtem el ezt az egészet tanulni, és emlékszem, hogy legalább 4 év kellett az, hogy megmerjek mozdulni a színpadon. Tehát, hogy ezek ilyen fázisok voltak, de nagyon sokat tanultam belőle, fantasztikus embereket ismertem meg a csapatban, tényleg a testvéreimmé váltak ott abban az időszakban. Mai napig nagyon szeretem őket, és mindig jó szívvel gondolok rájuk. És akkor onnantól számítva, gyakorlatilag ugye az, ahogy így véget ért, onnantól kezdve bejött az életembe a PZM, akkor azon kívül a nem országos dicsőítőcsoport, hanem a Dicsuli Band, ugye, és így egyre több formációba kezdtem el így mocorogni, és van, ami ebből még mai napig is megvan.
Úgyhogy hát gyakorlatilag elég aktívan tudok ezekbe a dolgokba mozogni. Van sok közreműködés és ilyen dolgok, és nagyon szeretem csinálni, és hiszem, hogy az úr már készíti az útját a saját projektemnek is. Na, említed a PZM-et, ugye a Pünkösdi Zenei Misszió, ebben most is aktívan benne vagy, az egyik vezető énekes vagy, és dalokat is írsz a PZM-nek. Na. Mutassunk meg akkor ebből egy dalt, mi legyen az. Az Élek című dal, én ezt nagyon-nagyon szeretem, mert tényleg az életet képviseli, és magam sem gondoltam volna, hogy például a kemoterápiás néniknek is ez sokat fog adni, mert nagyon bátorítóra sikerült a szöveg, és amikor megírtam ezt a dalt, soha nem gondoltam volna, hogy ez egy ilyen réteghez el fog jutni, úgymond, mert csak azt írtam ki, ami a szívemben volt, és azon kaptam magam, hogy ez alatt az időszak alatt saját magamhoz, tehát hogy mit a magamnak írtam volna ezt a dalt. Úgyhogy hallgassák szeretettel. Nagyon bírom a szövegeidet, nagyon bírom, több darodat is ismerem, és nagyon szeretem őket. És tudom, hogy konkrétan a kemoterápia időszakában is születtek dalok. Mesélj erről egy kicsit. Igen, amúgy nagyon érdekes, ebből az első talán azért különleges, mert az pont nem a kemoterápia ideje alatt íródott, hanem még jóval előtte. Nekem volt egy nagyon nehéz lelki időszakom, amikor túlhajtottam magamat, és gyakorlatilag azon kaptam magam, hogy bár szolgálok, és mindenhol ott vagyok, de egyszerűen eljutottam egy kiégés állapotában, amin szerintem rengeteg keresztény előadó keresztül megy, amikor mindig adnod kell, és nem tudsz hol töltődni, mert rengeteget dolgoztam, túlóráztam közbe, mindig utána próbákra mentem, és azon kaptam magam, hogy ilyen 3-5 órákat alszok, és soha nincsen olyan, hogy kikapcsolódok, mert a szabadnapjaimon is mindig szolgáltam. Ami persze nagyon jó, mert szellemileg tőle, de fizikálisan olyan szinten tönkretett, hogy azon kaptam magam, hogy elment a hangom, de olyan szinten, hogy egy évig mindig küzdöttem, és a beszédhangomra is ez ráment, és volt olyan szituáció, hogy mondjuk egy gyors étterembe odamentem, és azon gondolkoztam, hogy most fog-e kijönni hang a torkomon, amikor elkezdek beszélni, vagy nem. És ezt amúgy mindenki tudta, és látták a küzdelmemet ebbe, de azt nem sok mindenkinek mondtam, hogy ezzel azért kőkemény önvádlás is jött bennem, hogy nem vigyáztam a talentumomra, hogy fogok tudni így Isten használni. Tehát, hogy nagyon sok szempontból volt egy ilyen depresszív lelki állapot bennem, és akkor egyszer elmentem az akkori pásztorommal beszélgetni, aki gyönyörűen összefoglalta nekem kívülről nézve, hogy mégis miben vagyok, és elmondta azt, hogy Editka, addig, amíg te nem kezdesz el hitben kilépni, és amint látjuk, tehát hogy ez az életmód, ez rabol meg téged. És hogy igenis le kell tenni azokat a dolgokat, amiket látod, hogy egyszerűen rombolnak. És ugye olyan szituba voltam, hogy ilyen ördögi körnek lehet mondani gyakorlatilag idézőjelbe, mert ugye
a munkahelyemen nagyon sok volt a túlóra. Mindig bennem volt az, és amúgy az érdekes, hogy maga a főnökasszonyom is ezt mindig tudta, hogy én egy, mert a civil foglalkozásom az amúgy cukrász, és mindig tudta, hogy én egy ilyen cukrásztestbe zárt énekes vagyok, és amúgy itt köszönöm meg neki, esetleg vissza fogja nézni, hogy mindennek ellenére mindig próbált azzal támogatni, hogy amikor nekem menni kellett, akkor toleráns volt abban, hogy akkor úgy szervezzük a műszakot, és a többi, és valahol a szívem, én mindig éreztem rajta, hogy amúgy drukkol nekem, hogy valaha sikerüljön kitörni ebből a dologból. És viszont tudtam azt, hogy az az életmód, ami ezzel a szakmával jár, az azért nagyon sokszor úgymond megrabolt, és ez nem csak a mi munkahelyünkön volt így, hanem sajnos az egész szakma ilyen, az egy életmód. És ugye ez bedarált, és ezt párhuzamosan az énekléssel csináltam, és tudtam, hogy ebbe kell radikális váltást csinálnom. És amikor ezt így elmondta nekem a pásztor, így feljött bennem egy ilyen düh, így a gonosz felé, hogy mi jogon rabolja meg így az életemet, és tudtam azt, hogy ennek én is az oka vagyok, hogy engedtem, de így azt fogalmazódott meg bennem, hogy nincsen joga hozzám, tehát hogy nem teheti ezt meg velem. És gyakorlatilag nagyon furcsán szól, de a lelkem ellenségének akkor felültem a buszra, és 25 perc alatt írtam egy dalt, amiben elmondtam neki, hogy nincsen többé joga hozzám, egyszerűen le van győzve, és én az ő gyermeke vagyok, és ő az, aki letívta a láncaimat és szabaddá tett, és hogy nem engedem többé, hogy tönkre tegye az életemet. És ezt így megírtam 25 perc alatt kb. Hazaértem, és azonnal felhívtam így a ismeretlenbe kilépve a producceremet, Ferenc Péter Pítát, akit nagyon szeretek, és rengeteget köszönhetek neki, és mondtam neki, hogy hát Pít, új dalt kell felvennünk, mert ezt egyértelműen éreztem, hogy nem lehet a fiókba rakni, mert ennek szerepe lesz. És akkor így meg is beszéltük, az is bizonyság volt, hogy anyagilag ez hogy jött össze, mert először nem volt rá forrás, aztán Isten ezt is elintézte, tehát mindenre megvolt, sőt, még bőven is, és így felvettük, és azt mondtam akkor Istennek, erre utólag döbbentem rá, és jutott eszembe, hogy Istenem, én csak annyit kérek tőled, hogy akkor jelenjen meg ez a dal, ha minden területen valóság lesz az életembe. Hogy fényévekre leszek, úgymond a gonosznak a mesterkért dolgaitól. És akkor ez így kész is lett, de tudtam, hogy ez egy videoklippel lesz ütős, úgymond, mert eleve úgy nézik meg valószínűleg többen, meg abban jobban vissza tudom adni azt, ami bennem volt. És így egyszerűen telt az idő, eltelt egy év, és nem tudtuk kihozni ezt a dalt, sehogy nem jött össze, és utána derült ki a betegségem. Okay. És akkor döbbentem rá arra, hogy igen, tehát, hogy most lesz ezután valóság az életemben ez a dal, és ez segített abban, hogy megerősödjön bennem még jobban az, hogy Editka, túl leszel rajta, fényévekre leszel ettől az állapottól, és győztesen ki fogsz ebből jönni. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt egy ilyen erősítő pont nekem ebben az időszakban. És ahogy túl lettünk ezen, ki is jött ez a dal, de még közben jött az a bizonyság, hogy miközben benne voltam ebbe a helyzetbe, hogy túl voltam a műtéten, de még nem kezdtük el a kemoterápiát, kaptam egy telefonhívást a Bojki Györgytől, a Szikra projektnek a vezetőjétől, hogy szeretnének támogatni engem 3 dal erejéig, hogy fel tudjak venni új dalokat, és hogy mit szólok ehhez, hogy benne vagyok-e. Na hát ez az állapot, ez egy olyan volt, hogy így előtte hallgattam mindenkitől, hogy van, akinek elviszi a hangját a kemó, és hogy hát nem tudja, hogy, tehát hogy így erre készüljek fel, és ott ültem, hogy na most akkor erre hogy tud az ember ilyen egyértelmű igent vagy nemet mondani ebbe a szituba. Aztán minél többet gondolkodtam rajta, és így forgolódott ez bennem, rádöbbentem arra, hogy na, ez most megint egy nyitott ajtó. Tehát, hogy ami Istentől jön, ezért könyörögtem egy csomó idék, hogy Isten adjon olyan lehetőséget, ahonnan kapok támogatást, mert évekig egyszerűen nem tudtam egyről a kettőre lépni ebbe a dologba, mert saját magamnak nem tudom ezeket finanszírozni, mert nem kis összegek. És így ott voltam ebbe az állapotban, hogy húram, hát neked aztán van fantáziát, hogy pont a legnagyobb krízisembe adod ezt az egész dolgot nekem, és valahogy azt éreztem, hogy
hogy Editka, kárpótolni akarlak valahol. Tehát, hogy éreztem, hogy ez egy kárpótlás Istentől, és azt mondtam, hogy nem érdekel, hogy ki mit mond, én most annyi csodát éltem el, hogy hiszem, hogy ez Istennek az akarata, és kiléptem gyakorlatilag ebben a dologban hittel, és azt mondtam Bojki Györgynek, hogy csináljuk, tehát, hogy benne vagyok, és nagyon örültem neki, és talán soha az életemben ennyire tiszta és egészséges nem volt a hangom, mint miközben a kemoterápia közepette felvettük ezeket a dalokat. Fel is vettétek, miközben jártál a kezelésekre? Igen, és szintén még a kemoterápia vége felé vettünk felhez egy videoklippet is. Tehát, hogy Isten zseniálisan természetfeletti erőt adott ehhez az egész projekthez. Nem, hogy leépülés volt, hanem kinyíltak új kapuk, lehetőségek, tele reménnyel, abszolút, jövővel, óriási. Isten nekem valahogy te már így csirájában elfojtotta azt, hogy én elkezdjem magamat gyászolni, hogy ez így felnőjön úgymond a lelki világomban, ez a szomorúság, a veszteség. Tehát nem engedte, hogy a veszteség oldaláról lássam a helyzetemet, hanem folyamatosan a győzelem oldalról, és mindig jöttek a bizonyságok, mindig bizonyított, úgyhogy nem is kértem, hogy ő bizonyítson, úgymond, csak hogy mutasson irányt, hogy most mi van, de zseniális volt ezt amúgy megélni. Úgyhogy nagyon furcsa ezt mondani, de azokat az átéléseket, amiket én itt megtapasztaltam, semmire nem cserélnék. Komolyan? Nem cserélném el semmire. Úgyhogy így lett valóság nekem Isten igazán, 100%-ban. De jó. Na hát akkor ugye három dal született, abból az egyik ez a Fényévekre, és a klip is elkészült, mutassunk meg akkor most ebből egy részletet. Éveken át engedtem, hogy elrabolt, amit nekem szánt. A félelmen át az utat, hogy nem lehet jobb, amit adhat már. Nagy vetítővászon nézed a lelkem sok-sok vívódását, sok könycsepulcs a lelkem is dúlt. De most már nincs több ámítás, már nincs lélekfájdítás, már nincs több rossz, ami szétszakít. Van, ki mindig meggyógyít, aki új úton bátorít, aki minden láncom letépte már. Ezért tud, hogy fényévekre vagyok tőled már. Hiába próbálsz lerántani, hiába próbálsz még visszatartani. Fényévekre vagyok tőled már. Hát ez tényleg egy radikális elszakadás mindattól, amit az ördög tervezett neked, és meg is mondtad neki a Frankót, miközben bizonyságot teszel arról, Isten az, aki téged ebből a helyzetből megszabadított, és kihozott, óriási, nagyon tetszik. És hát ez már a jövőről is szól, arról, hogy Isten hova visz téged, meg mi az a helyzet, amiben benne vagy, ki vagy te. Milyen terveid vannak, mik azok, amik még mozognak benned? Így van, hát mivel Istennek én megígértem, amikor az elején voltam ennek a dolognak, hogyha átvisz ezen, akkor nem fogok hallgatni többet, és már évekkel előtte is mocorgott bennem az, hogy igen, tehát, hogy nincsen olyan evangelizációs csapat nagyon az országban jelenleg, ami úgy kimozdulna a nem keresztény emberek felé, valamint foglalkozna a megfáradt keresztényekkel, vagy az olyanokkal, akiknek kisiklott az élete, úgymond elindult egy jó úton, aztán rossz döntések sorozata miatt úgymond kisiklott az élete, és nagyon sok ilyen ember van, akinél azt látom, hogy a szégyenérzet miatt nem mer visszajönni, vagy a csalódottság az emberekbe, és a többi, és nekem Isten nagyon-nagyon a szívemre helyezte ezt a réteget, hogy a feltétel nélküli szeretetnek a bemutatásával tudjak velük foglalkozni. És ugye ez a zenémen keresztül is megjelent, és már régóta mondta Isten, hogy igen, Editka, ki kell lépned egy saját projekttel,
és nem véletlenül adta ezeket a dalokat, és most már az az álmom, hogy tényleg kilépjek ebben a dologban, és ne csak így megcsináljam ezeket a dalokat a YouTube-nak, meg az embereknek, hanem tényleg, ha kinyit a világ, akkor tudjak esetleg koncerteket is csinálni, és a daloknak a történetével beszélni az ilyen emberekhez, és mindenkihez, aki erre nyitott, és nagyon a második esélyt akarom képviselni a mai világba. És azt hiszem, egy olyan időszakot élünk most, amikor Isten felpuhította az embereknek a szívét, és sokkal nyitottabbak most rá ebbe a reménytelen helyzetben, mint valaha, bármikor. És én azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek az elsődleges feladatunk az, hogy álljunk oda, most már lépjünk ebbe a lehetőségbe bele, most már nem azt az időt éljük, amikor mindenkinek arra kell törekedni, hogy tökéletes keresztényé váljon, hanem amikor Isten kér minket, akkor ki kell lépnünk a magunk tökéletlenségével, de odaszánt szívvel, és Isten ahol tud, tehát hogy ott fog használni minket, mert igazából nekünk csak azt az egy lépést kell megtenni, és ő csinálja az összes többit, és bennem is ez van, hogy bár nem szeretek amúgy nyilvánosság előtt beszélni, de tudom, hogy nem véletlenül történtek velem ezek a dolgok, és Isten mindent odarakott belém, amire szükség van ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni, és csak ki kell benne lépnem, és tudom, hogy a többit azt majd ő mellé rak, és nem is én akarok ebbe lenni annyira a nagy valaki, hanem azt akarom, hogy Isten maga legyen ott ebbe az egészben. Van egy ilyen dalszöveg, biztos sokan ismerik, egy dicsőítő szöveg, hogy te légy látható bennem, emelkedj fel, és én eltűnök, mert te vagy, aki bennem élsz, és nekem ez egy ilyen életmottóm. Tehát, hogy én ilyen akarok lenni, hogyha oda kiállok, és elkezdek az emberekhez énekelni, vagy beszélni, akkor Istent lássák rajtam keresztül, és ne engem, mint olyat, hanem tegye Isten kedvessé az emberek előtt azt, amit én akarok üzenni nekik. És nekem ezért rég a szívem, hogy egy olyan előadóvá tudjak válni, aki teljesen megközelíthető, akivel tudnak utána beszélgetni, aki felé megmernek nyílni, és érzik azt, hogy nincs köztünk távolság, nincsen szakadék. Attól, hogy valaki keresztény, attól még nem jobb és különb, mint egy átlag ember, csak mi, ha hibázunk is, nekünk van kihez menni, és tudjuk, hogy van valakinél ebben megbocsátás, és én ezt akarom képviselni, hogy mindenből van kiút, hogyha felfelé nézel. Úgyhogy ez az Editka nevű formáció, még nem tudom a pontos nevét, hogy majd mi lesz, de az biztos, hogy egy zenekart majd szeretnék. Hiszem, hogy Isten minden hiányzó kis dolgot össze fog majd ehhez tenni, és akkor előáll, amikor kell. És van bennem egy ilyen kezdetleges álom, ami igazából arról szól, hogy ez ne csupán egy zenekar és egy koncert legyen, hanem egy olyan missziószerű dolog, aminek második esély lenne a neve, és ezt képviseljük mindannyian, az olyan keresztény előadókkal egy kicsit összefogni, akiknek ugyanilyen szíve van, és hála az Úrnak egyre többen vannak már ilyenek, akikben ugyanezek a dolgok fogalmazódnak meg, és akár így mindig különböző csapatokkal együtt csinálni ezeket a dolgokat, de ezt még várom az Úrtól, hogy letisztítsa bennem teljesen, de nagyon ezt akarom képviselni. Úgyhogy most jönnek ki sorba majd a dalok, egy már ugye kijött, amit már hallottak a kedves nézők, és ezután pedig majd hamarosan, ha az Úr is úgy akarja, és minden anyagi forrás, és minden meg lesz hozzá, akkor forgatjuk a következő klippet, úgyhogy remélem hamarosan már tudok újabb tartalmakkal szolgálni, amit, hogyha kinyit a világ, hiszem, hogy élőben is be tudunk majd mutatni a hallgatóságnak. Óriási, nagyon tetszik, tehát abszolút támogatom ezt, és fantasztikus, hogy egy ilyen látással képzeled el a jövődet és a zenei pályádat, hogy oda fordulj azok felé, az emberek felé, akiknek szüksége van Istenre, és mondtad, hogy többekben mocorog ez, valóban itt a kanapén is ült már több olyan fiatal énekesnő, aki hasonlóan gondolkozik, úgyhogy nem leszel egyedül, hogyha elindulsz ezen az úton, és fantasztikus, és csináljátok hajrá. És mi meg is találjuk el egymást, tehát hogy ez ilyen még tehát nem is tudatos ez a dolog, de egyszerűen mindig döbbenek rá, hogy sokszor beszélgetek emberekkel, és úgy hallgatom őket, mint a magamat hallanám. És akkor így mondom, köszönöm Uram, hogy végre elindítod az emberekbe ezt a szívet, úgymond, mert igazából ez a lényegünk. Tehát, hogyha nem képviseljük Istent erővel és hatalommal a világba, akkor nem tudom, hogy mi igazából az értelmünk.
Úgyhogy nekem nagyon ilyen szívem van. Egyszer mondtál egy ilyet, hogy az a jó, amikor abban a filmben szerepelsz, amiben lenned kell. Így tehát van. Kicsit ilyenek vagyunk, hogy amikor tényleg tudjuk hirdetni az evangéliumot, meg Istenről tudunk beszélni az embereknek, akkor érezzük azt, hogy na abban a filmben vagyok, amiben lennem kell. Úgyhogy ez fantasztikus. Van. Egy dologra szeretnék még visszatérni, mert mondtad, hogy ha majd Isten összeszervezi az anyagiakat is. Hát ugye azért több mint egy éve nem dolgozol, így és van. Az előbb már említetted, hogy megindultak az anyagi források, de hogy zajlott ez az egy éved ebből a szempontból? Igen, hát gyakorlatilag én az Isten általi gondviselést, mint olyat 100%-ban tapasztaltam meg ebben az elmúlt évben. Magam is kb. Végig pislogtam ezen az egész helyzeten, mert Isten ebben is bebizonyította, hogy én még semmit nem tudtam helyzetekről, ő már rögtön intézkedett. Tehát azt tudni kell, hogy január közepétől fogva én, mint cukrász, ugye nem tudtam dolgozni, bejött a koronavírus, nagyon kellett magamra vigyázni, hogy a műtétre nehogy elkapjak bármit is, tehát esélytelenné vált az, hogy dolgozni tudjak. És ugye abban reménykedtem, hogy nem baj, majd a táppénz az ugye fog jönni, az valami kis segítség, és vártam, hogy érkezzen a táppénzem. De teltek a hónapok, már a műtétem is megvolt, és semmi nem érkezett. És én ezekről a dolgokról nem szeretek beszélni, mert tényleg csak a hozzám nagyon közel álló emberek tudnak ezekről a dolgokról. Nyilván ezt senki nem szokta hirdetni, hogy most éppen milyen anyagi helyzete van. Csak ennyit mondtam az egyik barátnőmnek, hogy hát igen, várom a táppénzt, annyit beszéltem róla, hogy csak le voltam döbbenve, vagy hogy lehet, hogy januártól áprilisig semmi nem történik. És akkor, ahogy túl voltam a műtéten, nyilván ezután-utána is érdeklődtem, de még közben történt egy hatalmas csoda. Ugyebár nem részleteztem ezt a dolgot, de az egyik barátnőm, aki gyakorlatilag végig ott volt mellettem ez alatt az időszak alatt, és Isten egyik első számú eszköze volt nekem ebbe az egészbe, és meg akarom említeni, mert nagyon sokat köszönetek neki. Horváth Noémi volt, rajta kívül pedig még egy barátnőm, a Seprenyi Adél, akik nagyon mellettem voltak ebbe az időszakban, de nagyon sokan mások is amúgy, csak egy egész listát tudnék sorolni. De Noémi volt az, akiről bár nem tudtam, de Isten indította a szívét, hogy miközben imádkozott értem, hogy írjon a közös ismerőseinknek egy ilyen titkos üzenetet, amiben nem részletezte, hogy mi a helyzet, csak azt mondta, hogy nehéz helyzetben vagyok, és hogy lebetegedtem, és hogyha esetleg valaki úgy érzi, hogy szeretne segíteni a szívében, akkor mivel ő tudta régebbről a számlaszámomat, így berakta ebbe az üzenetbe. Én erről semmit nem tudtam. Tehát, hogy egyszer csak azon kaptam magam, hogy így néztem a telefonom, és mondom, mi ez, egy pittyeget, hogy folyamatosan jönnek utalások a számlámra, és én ott ültem, hogy ez most hogy, tehát, hogy ezek az emberek nem tudhatják a számlaszámomat, most mi történik itt, és akkor utólag derült ki, így ki derítettem innen-onnan, hogy a Noémi intézkedett ebbe a dologba, Isten szólt neki, tehát ő se tudott semmit. Amikor elmondtam, hogy a bizonyságokat, hogy milyen helyzetben vagyok, akkor ő maga is csodálkozott, hogy hú, ezt nem tudta, ő csak egyszerűen, amit Isten mondott neki, azt megtette. És így ugye áprilisig nem érkezett semmi más, de addig olyan szinten gondoskodott rólam Isten ezen a módon, hogy elképesztő. És ugye közben, tehát az ördög az mindig megtesz mindent azért, hogy kiráncsa a lábunk alól a talajt. Ugye úgy alakult, aminek amúgy örülök, mert nagyon örülök az örömének, de a lakóm is kiköltözött, mert férhez ment. És akkor igazából ebben csak az a lényeg, hogy még az egy biztos olyan forrás is úgy tűnt, hogy megszűnik, ami volt még ott. És na mindegy, szóval elég kevés forrásom maradt. És ahogy ő ugye elköltözött, ott megint egy ilyen nagy kérdője, hogy jó, de ez hogy lesz, mert hogy ez egy ideig van, de nyilván nem számíthat az ember arra, hogy ez maradandó lesz, hanem ez egy darabig jön, aztán elapad. És áprilisban felhívtam őket, és kiderült, hogy nem vagyok jogosult táppénzre, azért, mert volt két olyan hónap, amíg állást kerestem, és ott ugye elmaradtam a fizetése, amire nem vagyok büszke, de nem is mondtak olyat, hogy esetleg, ha visszamenőleg befizetem, akkor van valami megoldás, semmi. Közölték, hogy nulla. Aztán. És így ott álltam,
és akkor állt össze a kép, hogy Istenem, te ezt már tudtad előre. Tehát, hogy te itt mindent tudtál. És így azután is folyamatosan jöttek az utalások, és azt tudom kijelenteni, hogy soha életemben olyan anyagi biztonságban nem voltam, mint ebben az időszakban, és mindig, amikor már fogyott volna, Isten után pótolta, és mindig annyim volt, amire szükség volt. Tehát, hogy ő nagyon ért hozzám, tehát ezt nagyon megfogalmaztam a betegség alatt, hogy ő tudja a legjobban az időzítéseket, és senki nem ért hozzám jobban, mint ő maga. És mindig akkor, amikor kellett, mindig annyit, amennyire éppen szükség volt, és én így ott ültem. Isten megtanította arra, hogy Editka, tanuljál megkapni, mert az nagyon nehéz volt az elején. Viszont ha én ott azt mondtam volna, hogy nem fogadom el, akkor én elhaltam volna. Ne. Tehát, hogy nagyon megtanított erre, mert egyértelművé tette, hogy ez ő tőle van. De és akkor tudtam, hogy jó Uram, ha ezt te adod, te intézted, akkor nekem ezt el kell fogadnom. És mai napig ez tart életben, tehát, hogy elképesztő. És hát nyilván már most tervezem a kis B-tervet, hogy hogyan tovább, de még mai napig nincs bennem semmi félelem ezzel kapcsolatban. A legnagyobb bámom az, hogy tényleg abból tudjak majd élni, ami a szolgálatom, ami az emberek felé van, és hogy így segítsek az embereknek a zenei dolgokon belül. Tehát gyakorlatilag már most is valamilyen szinten elkezdtem ezt csinálni. Én jelenleg most a Cegléddi Közösségben Istennel című kis gyülekezetben szolgálok dicsőítőként, és ott egy ilyen dicsőítő mentorlást kezdtem el csinálni a fiatalok szuper. Között, úgyhogy mind ének hangképzésben egy kicsi segítség, mind a dicsőítésnek a megismerése és a kapcsolatépítés vele, hogy ők is megérezzék mélységében még jobban az, hogy mi is ez az egész életforma, mint olyan. Úgyhogy nem tudom még, hogy mi lesz a jövő, de nagyon el tudnám képzelni, és hiszem, hogy nem véletlenül van ott a szívemben, hogy esetleg egy ilyen dologból tudjak majd egyszer élni. Elképesztő. Na hát rengeteg mindent megtapasztaltál. Abszolút. Ez alatt az egy év alatt Isten gondoskodott róla testileg, lelkileg, anyagilag, szellemileg, igen, minden területen. Hogyha egész röviden össze kellene foglalnod ezt az elmúlt időszakot, akkor az hogy tennéd? Mi az, amit igazán megismertél Istenből, megtapasztaltál, átéltél, amiben változtál? Mit mondanál erről? Hát talán, amit leginkább ki kéne emelnem az, hogy, és ezt hirdetni is akarom nagyon mindenkinek, hogy Isten nem egy mítosz, amit az embernek megtanítanak, hanem ő teljesen valóság, ő tényleg mennyei apuka. Ő az, aki így összerakja úgy a puzzle-t az ember életébe, ha odaadja az irányítást neki, hogy folyamatosan csak ámulsz és bámulsz, és rájössz arra, hogy soha nem lesz olyan megoldásod, mint amilyen neki van. És nagyon megéri kilépni az ismeretlenbe, mert tényleg, amikor ezt megteszed, akkor olyan csodákat tapasztalsz meg, amiben folyamatosan minden nappal egyre inkább valóságosnak érzed Istent az életedben. És ez egy olyan megtapasztalás, amit semmi másra nem cserélnék el. Tehát az, hogy Isten ilyen szinten valóságos lett az életemben, és én ezt akarom hirdetni az embereknek, hogy Isten nagyon is valóság, tehát, hogy és nem annyi, hogy csupán jó érzések egy gyülekezeti alkalmon, vagy egy dicsőítés közben, hanem sokkal több ennél, és sokkal többet akar nekünk adni, és úgy szeret minket, hogy ezt elképzelni sem tudjuk. Tehát, hogy az, amikor érzed, hogy a karjában visz át egy ilyen helyzeten, semmihez nem fogható, tényleg. És én ezt éltem meg ez alatt az egy évem alatt, és még most is folyamatosan ebben élhetek. De jó. Hát nagyon köszönöm, Ditka, hogy ezt elmondtad, és azt kívánom neked, hogy Isten továbbra is vigyen a tenyerén, hordozon a karjain, és vigyen át mindazon, ami előtted van, nem ilyen nehézségeken, hanem csupa-csupa jó dolgon. És hogy minden terved, álmod, amikről beszéltél, meg még azok is, amik még ott előtted vannak, azok mind váljanak valóvá, és abban a filmben tudj szerepelni, amiben igazán ott kell lenned. Köszönöm szépen, igen, hogy elmondtad. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Találkozzunk jövő héten is. Viszontlátásra!